Az éjszaka egész hajnalig sosogóan csendes volt. Éjfél után egy kis szél mozdult, ami lerázta az esőcseppeket, és ettől kinyújtózkodtak a fák és bokrok. Henteregni kezdett a köd, gomolyogni lomhán és tanács talanul, csak a tűzrakás felett kavarodott meg, mert a hamu alatt élő parázs volt még, ami ellökte magától a nyírkos párákat. Nagyon sötét nem volt, mert valahol ott úszott a hold, és fénye szétterült, mire átverte magát a ködön. A folyó csobbant néha, ami lehetett játékos hal is, lehetett pézsma patkány is, de lehetett vidra is. Senki nem tartotta számon ezeket a csobbanásokat, amelyek önmagukba hultak vissza és begyógyultak, mint a folyó háta. Amikor Matula felkelt, még majdnem éjszaka volt. Csendesen felöltözködött, hátára vette a hátizsákot, kiment a kunyhó elé, és beleszaglálódott a levegőbe. Ókula nem kell még ugyan, gondolta, de valamikor azért ilyenkor többet láttam. Állt egy kicsit, szoktatta a szemét a sötétséghez, aztán lekotorta a hamut a parázsról, és vastag ágdarabokkal jól megrakta a tüzet. Ha felébred, majd örül neki, gondolta, és csak azt egyetlen intéssel visszaparancsolta, aztán ráállt a gyalogútra, és elnyelte a köd. A kutya csak a fülével követte. A szél elállt, Lerázta már a füvekről, fákról az esőcseppeket, a ködöt hengergetni talán megunta, se színe, se hangja, hát mit kezdjen vele, és elfeküdt valahol a berek mélyén, ahol még a lengen átbugák is csapzottak voltak, mint az ázott csirketól. Csak a tűz kezdett magára találni. A parázs belemart, a fábas, a vizes fa keservesen zümmögni kezdett, mint a légy a pók hálójában, aztán elhallgatott, mintha belenyugodott volna az átváltozás fájdalmas, de megnyugtató valóságába. A tűz aztán kinyitotta a szemét, mintha azt mondta volna, lássuk, mi leszünk, és lángra lobbant. Néni, dalolt a lángocska, Nini, repülünk, csak még azt szeretném tudni, én most a tűzhöz vagy a fához tartozom tulajdonképpen. Erre azonban nem válaszolt senki, mert nem volt senki, aki válaszolhatott volna, de talán nem is tudott volna válaszolni senki. A lángocska tapogatni kezdte a többi fadarabot, és megerősödve úgy érezte, hogy ő mégiscsak tűz, mert ő az erősebb. Felcsapott tehát diadalmasan, s a fában ette önmagát. A köd ilyetten kavargott körülötte, a nagy nádas felett pedig átsuhant a derengés árnyék madara, aki sohasem tudja eldönteni, hogy ő az éjszaka vagy a nappal gyermeke -e. Tutajosunkat mindezen változások azonban a legkisebb mértékben sem érdekelték. Valahol nagyon mélyen ugyan érezte a tűz sugárzó melegét, de ez olyan mélyen volt, hogy még egy fia álmot sem tudott elindítani. Nyújtózkodott egyet, és másik oldalára fordult. Ennyi volt az egész. Odakünt azonban világosodott, s a köd emelkedni kezdett, aztán újra leszállt, mintha el akart volna bújni, a bokrok közé, a földbe, akárhova. Keleten mérgesen és vörösen ekkor kelt fel a nap. Megállt egy kicsit, mintha a felháborító látványon elgondolkozott volna, és ellapult egy kicsit, szinte ugrásra készen. Majd csinálok én itt nagy takarítást. És amit egy ilyen komoly égitest elhatároz, arra mérget lehet venni. Mire Gyula végre megtért az árnyékvilágba és kinyitotta a szemét, a ködnek már csak apró pókhálói bujkáltak a rekettje bokrok között. A tűz pattogva égett, és az ég alján fehér lobogással emelkedett a világosság tüzes kereke. Matula ágya üres, és csikasz a farkát csóválja. Gyula nézi a kutyát. Szervusz, csikasz! Hogy aludtál? A kiskutya erre odaül az ágya mellé, aztán megrázza magát. Gyula erre végleg felébredt, mert csikasz már ellenőrző utat tett a fűben, és szőre csupa víz volt, mert immáron szétszórta a levegőben. Tutajosunk dühösen felült, és törülgette arcát és kezét. Takarodj! Kiáltotta, mire csikasz kikullogott a kunyhóból, és a tűz mellől hányóan nézett vissza. Hát már a vizet sem szabad lerázni. Majd, ha megszáradtál, visszajöhetsz enyhült meg Gyula, mert ez a reggel olyan volt, amelyben minden harag nyomtalanul elpárolgott, mint a köd. Csodálatosan ragyogó reggel volt ez tisztára mosott és messze látó. A párák elégtek, amint kibújtak a földből, szólt a málinkó, egy kakuk úgy kiabált, hogy ez már nevetésnek is beillett, időnként megszólalt egy fácán kakas jelezve, hogy az éjszaka nem történt semmi baja, s a levegőben olyan forgalom volt, hogy éppen csak a rendőr hiányzott a közlekedés szabályozására. Gémek jöttek-mentek, héják és kányák imbolyogtak a nádas felett, egy-egy káró katona is jött sűrű szárnyalással, és a vadrécék sziszegő röpte egy percre sem állt meg a levegőben. Gyula csak feküdt a széna és nátszagú magányban, és a derűs, telt, holnaptalan nyár szétárat szívében. Úgy érezte, hogy ami kívül van, az belül is szól, repül, él, holnap is nap lesz, ugyanilyen nap, ami nem hozhat megoldhatatlan feladatot. A nap süt, a tűz ég, a folyó lomhán kúszik, s az időnek semmi jelentősége nincs. És szombaton megérkezik bütyök, gondolta, és ez olyan szép gondolat volt, hogy beszólította csikaszt és megsimogatta. Máskor odakint ráz le a vizet. Szóval megérkezik Bütyök, és most már a valóságban megláthatja. Megláthat mindent. Reggel elszaladunk a vízre. Nem fürdik meg? szólalt meg egy hang belülről, és Gyula magán érezte az öreg gergő tekintetét. Törülközőt vigyen, Jobb ezen túl lenni, tápászkodott ifjú barátunk, s úgy érezte, hogy Matulát még csak belehetett volna csapni, de Gergő bácsit? Nem, ez nem lehetséges. És tutajos, igenis, leszaladt a vízre egyetlen ruhadarabot hordozva, azt is a kezében egy kisméretű törülközőt. Csikasz egy-egy vidám vakkantással loholt utána. A vízparton azonban lohadt egy kicsit a becsületes lelkesedés, mert a folyó még nem tisztult egészen le, s a csónakon megint ott ült a nagy kecskebéka. A fene egyen meg! Hessegette Gyula a békát, aki azonban nehezen vált meg a napsütötte trónusától, és csak csikasz közbelépésére fejelt a vízbe. A kutya azonban csak addig tartózkodott a csónakon, amíg a békát elzavarta és megugatta, aztán ugyanolyan lendülettel visszaugrott a partra. Jól megmondtam neki, csóválta a farkát, de enni nem szeretem. Hú, ereszkedett Gyula a vízbe, de még fogta a csónakot. Gyere fürdeni, csikasz! Igazán nem hideg! A kiskutya nevét halva újra beugrott a csónakba, és izgatottan figyelte a fiút, aki átúszott a túlsó partra. Gyere, csikasz! Hú, hú, ugatott csikasz! Gyere már ki, nem tudok utánad menni, nem szeretem a vizet! Hú, hú, és topogott a csónak orrán. Gyere! gyere! bíztatta a tutajost, aki jött is már, de alattomos szándékkal, amire a kutya igazán nem számíthatott, mert amikor a fiú a csónak mellé ért, beráltotta csikaszt a vízbe. Csikasz azonnal elmerült, s amikor prüszkölve kiúszott a partra, megrázta magát, hogy a vízpor szerte röppent a napsugárban, de ezután már nem ment a csónakba. Ravasz vagy, ravasz vagy, ugatta, de többet nem csapsz be. Ezek után Gyula is kiszállt, s a himbállódzó csónakon törülgette magát önkéntelenül mélyeket lélegzett, és kezdte már érezni, miért mondta az a kutató, hogy fel tudná dönteni a világot. Foszlott bőre alatt új vér lüktetett, és más íze volt még a levegőnek is. A nap már melegen sütött, meleg volt a csónak deszka is, és Gyula talán elaludt volna, ha gyomra nem figyelmezteti az idő múlására. Szalonnát csütök nyárson, gondolta, s összefutott a nyála szájában. Teste forrón száraz volt már, de az égést nem érezte szalonnát zöld paprikával, csapta vállára a törülközőt, de ebben a pillanatban egy nagy hal dobta fel magát a vízben, és tutajos gondolatai azonnal tovább szaladtak. És utána megfogom ezt a halat. Gyere, az! A tűzön éppen megfelelő parázs volt. Gyula nyársat faragott, kenyeret vágott, s a szalonna kicsorduló levét a kenyérre csepegtette. Várj, csikasz a sorodra, intette a türelmetlen ebet, csak akkor adott neki, amikor a tetemes szalonnát három zöld paprikával bekebelezte. Csikasz meg volt elégedve az új gazdával, mert Gyula valóságos szalonnát adott neki, és nem csak a bőrét. Nincs több, mondta aztán erélyesen, mert Csikasz étvágya betölthetetlen volt. Nincs. Mehetünk horgászni. Ma sokkal kövérebb és hosszabb gilisztákat talált, mint előbb, s horgát odadobta, ahol a nagy hal felcsapott. De hosszú ideig meg sem moccant az úszó, pedig Gyula idegei erélyes húzásra voltak beállítva. Óvatos az ilyen nagy hal, gondolta, de rajtam nem fog ki, így mondta Matula is. És egy még nagyobb csalit tett a horogra. Semmi. Később, mintha valami piszkálta volna a horgot, de az úszó mozgása olyan lagymatag volt, hogy nem vágott be majd húzott -e még jobban is. Húzta is. Gyula megvárta, amíg az úszó eltűnt, és akkor nyugodtan bevágott. Semmi. Akadt ugyan a horog, de a súly, a hal lemaradt róla. Elsiettem, sziszegett Gyula, a kukacot meglevette. Ravasz vén lehet, de rajtam nem fog ki. Felcsaliszta újra a horgot, és újra odadobta, ahol az előbb volt alig érhetett le a horog, alig helyezkedett el az úszó, már kezdődött az az óvatos babrálás. Ed, Ed csak! Az úszó lassan húzódott lefelé, meg megállt, aztán egészen lehúzta valami. Most! És tutajos értetlenül nézett az üres horogra. Megint becsapott, gondolta, és most már egészen kicsi gilisztával csalizott, hogy az illetőnek szájába kelljen vennie, és ne húzhassa le a horogról ezt vedd be! fenyegetőzött Gyula, és egyre jobban megfeszültek idegei, hogy eltalálja a kellő pillanatot. Hiába. Hiába! 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 Múlott a délelőtt, fogyott a csali, nőtt a meleg, és két ártatlan keszegen kívül nem fogott semmit. Mekkora szája lehet, hogy így le tudja szopogatni? Nagyon várta már Matulát, hogy adjon valami tanácsot, de amikor feltűnt az öreg szikár alakja, majdnem megfeledkezett a titokzatos halról, mert Matula hátán ott ágaskodott a puska. Matula egyébként is egészen megfiatalodott, mert ragyogóra volt beretválva, és hófehér ingövezte inas nyakát. Gergő bácsi, hát nem felejtette el? Nem, hát. István bátyja adott patront is eleget, de még levelet is írt. Van már ebédre való? Nem fogtam semmit. Állandó kapás és semmi. Két kis keszeget fogtam, de mérgenben visszadobtam őket. Nézze meg maga Gergő bácsi. Birizgálás, húzás, aztán semmi. A horog berepült a szokott helyre, és egy kis mozdulatlanság után kezdődött a játék újra. – Látja, Gergő bácsi! <laughs> – Rák! – mosolygott Matula. – Mindjárt itt kellett volna hagyni ezt a helyet. – Biztos? – Van rácsám a gunyhónát között, mindjárt kihozom, csak lepakolok. De ne vesződjön itt, itt nem fog halad. Jól van, szedelőzködött Gyula, megyek odébb. De azt már igazán restelte megkérdezni, hogy mi az a rácsa, és Matula éppen eltűnt a bokrok között, amikor eszébe jutott a levél is. Szégyen gyalázat, gondolta tutajos. István bácsi ír, és még csak el sem kérem a levelet. Kedvetlenül ment arra a helyre, ahol először voltak, de ott sem igen mozgott a hal, és csak későbben fogott egy fél kiló körülű dévér Gyula örült a halnak, de később úgy gondolta, hogy inkább pont lett volna. Erre elmosolyodott. Tutajos, mondta magában, kezdesz elszemtelenedni. Matula ekkora parton volt már újra, de Gyula úgy gondolta, hogy majd hívja, ha szükség lesz rá. Matula tetvett egy darabig, sőt, szákjával a parton is kotorászott, amíg végre odaért a kiáltás. Gyűjjön! A cókmókot is hozza! A halat is! Hagyja a vízben! Ez az egész mesterség! Mutatott egy kis kör alakú hálóra, ami alig volt fél méter átmérőjű, vastag drótkávával. Olyan volt, mint egy ritka lepkeháló, csak a zsákja volt egészen seké, alig mélyebb, mint egy métányér. Hogyan lehet ezzel? Mindjárt meglátja. Hoztam kosarat is, mert szétmászkálnának. A rácsa háromszál méteres madzagon lógott, mint a mérleg serpenyője, és ahol találkoztak, egy újabb, körülbelül méteres zsinekben folytatódtak. Ez pedig egy emberhosszú botra volt kötve. Gyula nem talált az egészben semmi érdekeset, legfeljebb azt a szétvagdosott békát, ami a háló fenekén égtelenkedett. Ezt a szerencsétlent az előbb fogta Matula a szákkal. Ez a béka a csali? Az, a rák a húst szereti. Persze jobb, ha büdös, de ez is megteszi. Legjobb a két-három napos máj, annak aztán van szaga. Szétterül a vízben, mint a felhő. Ezzel Matula a vízbe eresztette a rácsát közel a parthoz. Most aztán pipálhatunk pár percig. Evet már rákot? Nem, vallotta be tutajos, és nem is érzett valami nagy kedvet a rákevéshez. Pedig az még csak a finom étel. Kár, hogy a mi rákunk nem nagyobb. Azt mondják, a tengerben nyolc kilósak is vannak, azon aztán van, mit harapni. Ha a kosárba tépjen egy kis füvet, azon jobban megmaradnak. Gyula egy kis kétkedéssel nézte a vizet, ahol a vastag madzag belelógott. Majd bolond lesz a rák abban a kis hálóban megmaradni. Nem megy ki belőle, Gergő bácsi. Nem hagyják ott a húst, meg aztán a madzag először a kávát emeli fel. Hát több is belemegy majd meglátja, de még ráérünk. Kell egy kis idő nekik, amíg a víz széthordja a vérszagot. Matula felemelte a fejét, és elnézett a nádas felett. Hallja. Mit? A varjak nagyon hangoskodnak, meg a vércsék is. Vegye elő a messzelátót. Mit nézzek, Gergő bácsi? Azt a nagy fát, mutatott a túlsó part felé Matula, aminek a teteje száraz, meg jobb oldalán is van egy vastag szárazág. Arra nézzen. Gyula megkereste a nagyfát, igazgatta a gukkert, és amikor egészen élesre állította, tisztán látta, hogy a nagyfa körül csak úgy örvénylenek a szürke varjak, szarkák és vörös vércsék. Három varjú a fa csúcsán ült és felváltva károktak. Mondom, hogy a jobb oldali ágat nézze végig. Gyula nem kiejtette a messze a kezéből. Az ág közepe táján akkora madár ült. Jaj, mekkora, sóhajtotta. Rétisas, Ilyenkor nem szokott itt lenni, de talán szárogatja magát. Gyula szeme odaragadt az üveghez. Óriási! Fehér a farka, mint a hó, majdnem egy méter magas. Mekkora csőre van! És hogy eltűri azokat a többieket? Nem törődik velük. Ha megunja őket, lelőkik közülük a maradékot, akkor aztán azon veszekednek. De ilyenkor még alig, ha eszik. Nem, nem eszik, csak ül. A sas valóban csak ült, fenséges nyugalomban, mintha egyedül lett volna a világon. A varja károgva, a bércsék visítva csapkodtak körülötte, de a nagy madár, mintha kőből lett volna, egyáltalán nem vett tudomást a zajongó gyülekezetről. Később ásított. A hatalmas, viasz sárga csőr szétnyílt és összecsukódott. A lárma elhallgatott, s csak akkor csapott fel újra, amikor rádobta magát a levegőre. A hatalmas szárnyak szétnyíltak. Rettenetes nagy, kísérte tutajos. Elrepült! Szélesebb két méternél. Most lemegy a drávára. Itt még nem láttam vadászni, bár lehet, hogy itt is vadászik. Kilát bele a berekbe. Gyula ölébe ejtette a messzelátót, mert a sast felszívta a messzeség. Szeretném közelről látni. Közelebbről lehetne, de nagyon közel menni nem lehet. Se víz, se föld. Csónak nem járja, meglábalni nem lehet az öregfa környékét, elsüllyedne az ember. Tudja az ilyen madár, hol nem lehet hozzáférni. De most már lássuk rákékat. Matula gyorsan felhúzta a rácsát. <tos> 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 álnélkodott a fiú, mert a kis hálóban nyüzsögtek a rákok. Dobálja őket a kosárba, tartotta Matula Gyula elé a hálót. Én, ijedezett tutajos, én... Ki a minkű? Én a nyelet fogom. Csak az ollójukhoz ne nyúljon, a hátuknál kell megfogni. Nem eszik meg, ne féljen. Mi esszük meg őket. Gyula keze reszketett, de megtanulta, hogy matulára hallgatni kell. Az elsőt úgy fogta meg, mint a tüzes vasat, és ilyetten dobta a kosárba, mert a rák pattintott egyet a farkával. Ne féljen, csak játszik a farkával. Fene egyen meg az ilyen játékot, gondolta a megrémült tutajos, de aztán csökkenő izgalommal dobálta az ollós népet a füves kosárba. Ezektől nem lehetett itt horgászni, de majd teszünk róla, fenyegetőzött az öreg, és visszaeresztette a rácsát. Lesz még itt? Lesz, de ennyi már nem. Lett is, ám bár egyre kevesebb. Végül csak egy lapult a megfogyatkozott húson, de az akkora volt, mint egy bocskor. Ez volt a királ, mondta Matula. De ha egyszer lejár az idő, hát a királoknak is lejár. Milyen hal van a haltartójában? Egy dévér, de szép nagy. Ott hagyjuk, ahol van, majd délután fogunk hozzá, ha lesz kedvünk. Reggelizett? Szalonnát? Okosan. Engem is jól tartott ez a nancsi, még teát is adott meg rumot. A rum jó volt, de azért nem árt, ha korán ebédelünk. Lesz rák, meg amit küldtek. A következő húzásban már üres volt a háló. Akár mehetünk is. Gondolom a levélre is kíváncsi, meg a puskát is megmutatom. Ritka jó puska, az már igaz. Csikasz körül táncolta az érkezőket, és megugatta a rákokat, mert Gyula megmutatta neki. Látod, Csikasz? A kutya kisé meghökkent, amikor belenézett a nyüzsgő kosárba, aztán hátra húzódott, morgott, végül ugatott. Hú, hú, mondta, ezeket nem szeretem. A levél a hátizsák zsebében van, mondta Matula. A levél valami írkalap volt, István bácsi döcögő nagybetűivel. Gratulálok, öcsém, a harcsához. Igazán nem hittem volna, hogy ilyen rátermet vagy. Múltkor nem értem rá írni, de most megírom. Nancsi néni nagyon akarja, hogy pár napra hazagyere, de én azt mondom, maradja, meddig jól esik. Van magadhoz való eszed, hát használd. Ha péntekig nem jössz meg, akkor szombaton hajnalban négykor légy a hídnál az úton, és kapaszkodj fel a kocsira. Bütyök barátodat hozd ide, mert Nancsi néni kiátkoz benneteket, ha nem eszitek meg az ünnepi ebédet. Ebéd után mehettek világgá. Szervusz, István bátyád. Gyula rámosolygott a levélre, és a polcra tette bütyök levele mellé. Hol van az a híd, Gergő bácsi? Itt lejjebb az alán. Nincs messzi, másfél óra alatt odaér az ember, ha jól kilép. Másfél óra, ha jól kilép nézett maga elé a fiús, arra gondolt, hogy mi hát a messzi matulának. István bácsi azt írja, hogy négyre legyünk ott. Róla is ír. Nem, de hogy találok én egyedül oda? Könnyen. Megy a parton, amíg a híthoz ér. Másfelé nem is lehet menni, mert egyik oldalon a folyó, másik oldalon a berek. Csak a gáton. Kettőkor elindul, aztán oda ballag. Elhallgass, csikasz, mert kupán váglak. Ne nézd őket, ha nem tetszenek. Csikasz ugyanis még mindig a rákokat ugatta kettőkor elindul, révedezett tutajos, kettőkor, és aztán csak úgy odaballag. Hát talán még hol világ sem lesz. És újra megnézte a levelet. Semmi kétség, István bácsi világosan beszélés ír. Hajnalban négykor légy a hídnál. Igen, légy a hídnál, nem rossz. Sötét lesz még akkor, Gergő bácsi? Sötét hát, de háromkor már világosodik. Ha nem a fánk, vagy tám van, hozhatna. Tutajos kivette a baltát a szelemen alól, és ment fáért. Alig várta, hogy megfelelő ágat találva belevágja mérgét a fába, mert haragudott az egész világra, mindenre és mindenkire még bütyökről is megfeledkezett. Egy szóval Ladó Gyula Lajos félt, de ezt semmiképpen nem akarta bevallani. Ettől pedig fogcsikorgatóan dühös lett, mert tudta, hogy nem kéri meg az öreget, hogy kísérje el. Elmegy a híthoz egyedül, ha apró ördögök csónakáznak a vizen, és leszakad az egész csillagoség, akkor is. Kinézett egy vastag száraz ágat a fűszfán. – Kettőkor elintől az anyád, és lecsapott a balta. Aztán ad a ballag! a balta csak úgy repült a forgács, de aztán megállt, mert szeme megakadt valamin. Megakadt, és megborzongott. Egy alacsony oduból szokatlanul vastag kígyó kúszott ki, és ugyancsak igyekezett lefelé. A fiú elvesztette a fejét. Valami ős torz rikkantást hallott, mintha nem is ő kiáltott volna, aztán vágta, vágta, minden félelmét, írtózását és undorát kiadta. A terjedelmes hüllő darabokban volt már, amikor tutajosunk magához tért. Hát ez meg mi? A kígyó darabok félig tollas kis madárfiakat szültek. Gyula nem vagdalkozott már, hanem azon gondolkodott, hogy hányjon vagy ne hányjon. Aztán úgy határozott, hogy kár lenne a szalonnáért, tehát legyűrte gyomra emelkedését, és megolvasta a kis cinegéket, amelyek életükben hatan voltak, de mind a hatot elnyelte ez a féreg. Tutajosunk erősen verejtékezett, aztán másik fához ment. Körüljárta, hogy nincs -e rajta odú újabb kígyóval, mert úgy érezte, az igazságszolgáltatásból elég volt. Levágott egy jókora ágat, pihent kicsit, és hazahúzta, de a hidat, az éjszakai utat, a sötétséget, a félelmet teljesen elfeledte. Hallja-e, nézett rá Matula. de pápista színe van. Gergő bácsi, egy olyan vastag kígyó volt az onuban, szétvágtam, tele volt kis cinegével. Ehe, bólintott az öreg, minek szétvágni, elég a fejbe csapja. Ettől fordult fel a gyomra, de mindjárt megorvosoljuk. Matula pálinkát kevert vízzel. Húzza le! És Gyula lehúzta, s kicsit később úgy érezte, mintha a kígyó jelentékenyen zsugorodna, s az egész ügy egyszerűbb lenne. Amikor pedig István bácsi levelére nehezéket tett, hogy el ne vigye a szél, egészen természetesnek találta, hogy kettőkor kell, négyre a hídnál lesz. Oda Sötét lesz, hát sötét lesz. Nem lehet kívánni, hogy éjfél után kettőkor süssön a nap. Mit segítse Gergő bácsi? Semmit. Mindjárt forra víz. A zöldségféle megpuhult már benne, aztán ebédelünk. Vegye elő a táblát, rakja ki, amit Nancsi küldött. Ez a tábla valamikor mérnöki asztal volt a gátcsinálás idején, de eltört a lába, itt Matulának. Azóta különféle szerepeket töltött be. Általában asztal volt, ám bár nem volt lába. Aztán deszka lett, de Matula dohányt is ezen vágta, a szalonnát is, a halat ezen bontotta, a gombát ezen szárította, és általában táblának nevezte, mint ahogy az is volt. Ha aztán a tábla a sokféle használatnak megfelelően különféle színű és szagú kezdett lenni, homokkal megsúrolta a vízparton és a napon megszárította. Jelen állapotában sötét-barna színű volt. Gyula kirakta Nancsinéni küldeményét, s a látvány nem csak a szemét, de a gyomrát is megelégedéssel töltötte el. Nem kell ide rá, Gergő bácsi, majd meglátja. És Gyula meglátta. Amikor lobogni kezdett a víz a bográcsban, Matula kedélyesen beleszórta a rákokat, ami nekik egyáltalán nem volt kedélyes, hiszen még éltek, ám bár nem sokáig. Amikor a rákok pirosra fődtek, Matula tálalt. Így kell enni, bontotta fel éppen a királ ollóit, s a húst gyula tányérjára tette. És ne nézzen úgy rá, mint az éretlen vadkörtére, előbb kóstolja meg. Gyula nem rajongott a rákért, és nem is kívánta, amíg meg nem kóstolta. De amikor a vajpuha omlós első falatot lenyelte, Gergő bácsi, ez nagyon jó, mondtam, ugye? Majd megetetjük azt a Bélát is. Bütyököt? Azt a Bélát. ami mi csak bütyöknek hívjuk. Tudom, de nekem nem az. Nagyon jó gyerek, meglátja Gergő bácsi. Elhiszem, de... És Matula csak egy mozdulattal jelezte, hogy a bereknek is megvan a maga tartózkodó illemszabálya. Itt nincs erőltetett komázás, se le, se fel. Itt nem esnek egymás nyakába az emberek, még temetésen sem. Nem gázolják át a barátkozás érzékeny bozótját az első napon, nem közelednek egymáshoz hangos csörtetéssel, nem rohannak le senkit, de nem is lehet őket lerohanni. Itt mindennek, minden valóságnak neve van. Értelme, jelentősége és ideje. Itt nem becéznek, és nem rövidítenek le semmit. És ha valaki a szilfából, szilcsit, a szárcsából, szárcsikát és a kunyhóból kuncsit csinálna, Matula jól megnézné, és sajnálná. Szögény! Hogyan beszél? És tutajos ki nem mondott tétova gondolatainak legmélyén megérezte, hogy ha egy reggel Matula azzal keltené, hogy Gyuszkó, ébredjen, mert felkelt a napcsi. Hát, ilyetten nézne rá, hogy megbolondult és -e, közben kicsit utálkozna is. De nem, ez nem is lehetséges. Tudja, Gergő bácsi, Bütyök mellettem ül az iskolában. Nagyon erős gyerek, mégsem verekszik soha, és mindenki szereti. Meg is érdemli, bólintott Matula. Majd fogunk a rákot is, meg halat is, aztán jól tartjuk. Megcsinálom az ágyát is, mire meggyűnnek. Köszönöm, Gergő bácsi. Megesszük Nancsi néni ebédjét, aztán jövünk. Közben a rákok fogytak, fogyogattak. Kellemes volt az innek, kellemes a gyomornak, de tutajosunk hamar felfedezte, hogy ezzel jól lakni nem lehet. Talán a tengeri rák kilós ollójával igen, de ezzel nem, még akkor sem, ha a királyukat eszi meg az ember, a kis ollójuk köznépről nem is beszélve. A kondér azonban hamarosan kiürülts, ezután áttérhettek Nancsi néni küldeményére. Matula most sem nyúlt hozzá, amíg Gyula nem kínálta. – Vegyen, Gergő bácsi, egy koszton vagyunk. – Az már igaz. Úgy látszott, hogy Csikasz is ezen a véleményen volt, mert amíg a rákmaradékokat immel rágogatta, a csirkecsontot mohon kapta szájba, és hol Matula, hol Gyula mellé ült, a szerint hol volt hamarabb várható az adomány. Egyszer csak felnézett a fára, amely árnyékát a kunyhó felett tartotta. Felnézett és morgott. – Takarodj! – mondta ez a morgás, mire Matula is odanézett. A fa kihajló ágán egy szarka ült. Szeme csillogott, és most, hogy felfedezték, csörögni kezdett cserre te, te, mindenütt adnak valamit, csere, 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 mindenütt van maradék. Pusztulj innét, morgott a kutya, nem adunk. Le kellene lőni. És Gyula vágyakozva nézett a puska felé. Ezt alig, ha ismeri a puskát, öreg szarka. Látja, milyen fényes kék a tolla. A fiataloké csak feketés, aztán pállott még a szájuk. Ismeri a puskát, kétkedett Gyula. Nem lehet az Gergő bácsi. Nem. Ide nézzen, Felkelt az öreg, lassú, nyugodt mozdulatokkal, és bement a kunyhóba. A szarka elhallgatott és figyelt. Matula pedig kijött üres kézzel, rá sem nézve a madárra, aki híres tolvaj még a tolvajok között is. Csete, 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 cserre forgolódott a szarka. elmentek, majd körülnézek egy kicsit. Matula megállt a tűz mellett, áldogált egy kicsit, és újra bement a kunyhóba, de kijövet már kezében volt a puska. Cser! kiáltott a szarka, és ilyetten vágódott a levegőbe. Gyula álmélkodva nézett utána. Gergő bácsi? Nem hittem volna. Mondom, hogy öreg szarka volt. Ha ide illet volna, talán megvár. Lütt már maga ilyen nagy puskával? Ilyennel még nem, de Flóbertel sokat. Az nem puska, legyintett figymálva az öreg. Ez az igazi. Jó puska, finom puska. De egyszerre csak az egyik kokast szabad felhúzni, mert ha mind a kettőt felhúzza, elsül mind a kettő. És szétrobban? Miért robbanna? Olyan puska ez, hogy kibírja, csak akkor rúg, mint a veszedelem. Majd kipróbáljuk. Ezek után rátértek a valódi, nancsinéni féle rétesre, de tutajos szeme többször a fához támasztott puskára tévedt. Ilyen nagy puska már eleget volt a kezében, és tudott vele bánni, ha még nem is lőtt vele. De erre a viharvert öreg jószágra bizonyos tartózkodással nézett. Ősszel egyszer nyolc libát lőttem vele egy patronnal. Röptiben? Fenét! a vízen. Hajnalban lecsúsztam a lesőgúnyhóba, ahol voltunk. Kinézek a likon, hát ott a tömérdek liba a vízen, de valamit észrevehettek, mert elcsendesedtek. Aztán kinyújtotta mind a nyakát, mert erősen gyanakodtak. Én meg, mutatta Matula, mintha kezében lenne a fegyver, dör közibe, ahol legsűrűbb volt a nyak. Nyolcat szedtem össze, de még ment is el egy pár, ami kapott. Így volt. Gyula tisztelettel nézett a puskára, de amikor Matula elrakta az ebéd maradékot és kitette egy újságlapot negyven lépésre, szorongó érzései támadtak. Na itt a puska, a közepibe célozzon. Tutajosunk rémülten vette kézbe a nehéz fegyvert. Jól szorítsa a vállához. Dab, 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 mondta Gyula váratlanul felzaklatott szíve. Dab, 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 dab. Dur! Tutajos majdnem hanyatt esett, de túl volt az első lövésen, és most már nem tartotta olyan rettenetesnek az egészet. Vérzik az orra, mondta csak úgy mellesleg az öreg. Ne az orrával célozzon. Amúgy rendesen tartotta, egészen rendesen. Gyula kirohant a papírért. Nézze meg, Gergő bácsi! Matula nézte a papírt, s a sörét vágta apró lyukakat. Mondom, hogy jól tartotta. Pátron van elég, majd megbarátkozik vele. Ezzel a puskát visszavitte a kunyhóba. Nem árt, ha lepihenünk egy kicsit. A fülem még most is cseng, mondta Gyula. Matula a pipájával volt elfoglalva, és csak később bólintott. Eleinte megesik, de attól még lehet aludni.